Hogy itt van velünk a vonalban Cipán Anett, akinek tegnap megszületett kisfia. Szervusz, Anett, hallasz minket? Sziasztok! Hát itt van a vonalban Cipán Anett és Soma. Na, itt hogy vagy? Mesélj, hogy vagy, tok? Veletek. Nagyon jól vagyunk most már, tehát most már minden azt hiszem, hogy sinem van. Hát birkózunk a szoptatási kérdésekkel éppen, úgyhogy de úgy tűnik, hogy menni fog most a dolog, úgyhogy nem adom föl. És hát nagyon nagy boldogság, meg borzasztó jó érzés, komolyan mondom. Szóval meg azt látni, hogy az apa egyszerűen sír a boldogságtól, tehát jaj, de annyira felemelő. De édes, hát most a második fiat született meg, mennyire látod már most másnak, ilyen pici korban is már annyira különbözőek tudnak lenni. Másnak láttam, tök furcsa, tehát hogy már pocakban éreztem, hogy ő egy ilyen ugozi kis vasgyúró gyerek, hogy tényleg így is van, tehát amikor megszületett, akkor csak így néztünk, hogy te jó, hogy mennyi húsvértem a kis pocakba, mert hát azért 3950, szóval Jézusom. Azért elég nagy. Ó, hát te meg nem vagy annyira nagy, tehát azért elismerés, hogy elfért egyáltalán még a hasadban ennyi ideig. Igen, apa ráadásul hozta ugye a maga kis 193 centéje pucini. Úgyhogy, de minden rendben van, szóval nagyon-nagyon-nagyon cuki, mert nagyon örülünk neki, hogy egy ilyen kis, tényleg tündéri majd egyszer mutatok képeket. Jó, nagyon várjuk. Igen, nagyon-nagyon tündéri baba tényleg. És mikor mehettek haza? Mert ilyenkor mindig az a következő kihívás. Hát igen, már edzek. Hát ha minden igaz, akkor csütörtökön reggel mehetünk haza. Uh-huh. Addig pedig, hát most szuper helyen van itt a Robertben, úgyhogy úgy vagyunk, hogy itt van velem apuka is amúgy, tehát hogyha éppen nincs más dolga, hogy elrohanjon ezt azt intézni, velem van, és hát a másik pedig, hogy Oli bejött, úgyhogy... Na ezt akartuk kérdezni, igen. Hogy volt-e már bent, és hogy fogadta? Hát nagyon cuki volt, hozott neki ajándékot, és nagyon kedves volt, mert amikor Soma elsírta magát, akkor ő is elkezdett sírni kicsit, hogy nem bírja, hogy sír. Igen, de lehet, hogy Oliverben most tudatosul, hogy azért az még odébb lesz, amíg együtt tologatnak kis autókat az előszobában. Olyan jókat szok szórakozni tényleg a nagyobbik fiamon, tehát hogy már mondta, hogy ki tudja mondani a nevét, hát hallotta, hogy mondja, hogy O, mondja, hogy M, és hogyha kicsit nyöszörög, akkor ki tudja mondani, hogy A, szóval megvan, hogy Soma. Most jól hallottuk, hogy a háttérben ott van veled most? Igen, dajkázatom, fogom a kezemben, jaj, mert már ettünk, és akkor most egy kicsit még ilyen kis szunyóka van. És kire hasonlít? Nem jöttünk még rá. Hagy pihenni egyébként, mert mondtad? Nézzük, hogy igazából nem tudjuk. Jó, hát majd kialakul. Igen. Az biztos, hogy kis erős gyerkőc, mert az látszik, hogy egyszerűen én kis jó megtömött húsos baba. Hát jó egészséget kívánunk nektek, és bízunk benne, hogy csütörtökön valóban hazamehettek majd, és akkor az otthon melegében töltitek a további napokat. Beszélünk majd még veled, és várjuk nagyon a képeket. Szia! Sziasztok! Köszönöm, hogy hívtatok. Sziasztok!